Azt gondolom, hogy akinek van minimális igény a szakmai fejlődésre, az itt meg fogja tudni tenni. Így röviden is tömören nagyon sok új dolgot lehet hallani. Régóta járok ilyen kongresszusokra, nem csak előadóként, hanem hallgatóként is. Én Ványi Zsuzsa vagyok, és a szakterületem az egészségügyen belül egész szertágazó, mert főállásként én ápolóként dolgozom a Kistarcsi Kórházban, részben a reumatológián, és részben a központi intenzív terápiás osztályon. Ennek megfelelően a végzettségem is ugye OK és ápoló és intenzív terápiás szakápolóként üzemelek, illetve a fogászatot ezzel párhuzamosan 32 éve csinálom, ez szinte hobbi szinten, másodállásban, és próbálom folyamatosan összekapcsolni a két szakterületet. Keresem az összefüggéseket a kettő között, és ennek megfelelően igyekszem az előadásaimat is összeállítani. És most, ami itt a téma volt, az pedig a gyógyszerek indukált álcsont nekrózis témában, amit ugye nagyon sokszor reumatológusok írnak föl, illetve onkológusok, és a fogászat területén viszont nekünk erre nagyon kell figyelni, ha valaki ilyen terápiában részesül, és ilyen betegeket látunk el. Úgyhogy ez volt a téma. Hát itt első körben, mert ez a téma az azért fontos, mert ennek a betegségnek a kialakulását sokkal, de sokkal könnyebb megelőzni, mint sem kezelni. És maga a gyógyszer, amit fölírnak a reumatológusok, a csontritkulás kezelésére az nagyon-nagyon fontos és egy nagyon jó gyógyszer, viszont tudnunk kell, hogy elővigyázatossággal kell ezeket a betegeket kezelnünk a fogászat területén. Úgyhogy ezért tartom fontosnak. Hát a főpontok maga az, hogy a fogászat területén én erről tartottam előadást a reumatológusok részére is, hogy mielőtt ezt a terápiát elkezdik, akkor érdemes egy fogászati szűrésre elküldeni a betegeket, illetve a fogászat területén meg azért tartottam meg ezt az előadást, hogy ha már olyan betegünk van, páciensünk, aki ilyen terápiában részesül, akkor mire figyeljünk rá oda, hogy az, hogy anamnézist fölveszünk a fogászatban is, nem csak egy általános részen, hogy ismerjék föl, hogy ez is azok közé tartozik, amit nekünk ott a fogászaton belül illik fölismerni, mint szisztémás betegség, hogy van jelentősége, sok más egyéb van, de hogy igen, a fogászatban is van az általános anamnézis felvételének jelentősége, és hogy ezt vigyék tovább, mert hogy igen, oda kell figyeljünk, hogy tényleg sokkal, de sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni ezt a problémát. Tehát itt nem véletlenül a prevenciós kongresszuson hangzott ez el, mint megelőzés témában. Az Upgrade-en igen, a Dental World-ön voltam már előadást tartani az őszi, illetve 18-ban, de ott a másik cégnek a workshopján keretein belül tartottam előadást, tehát fogászat területén. A délután folyamán igen. Délelőtt sajnos nem tudtam eljönni, mert én éjszakából jöttem haza, úgyhogy kicsit kénytelen voltam aludni. De terveztem, csak nem jött össze. Szerintem egy roppant jól összeállított szakmai program volt összerakva, és tényleg nagyon sajnálom, hogy a délelőttöt nem tudtam meghallgatni, csak az ebéd után értem ide. Hát azt gondolom, hogy akinek van minimális igénye a szakmai fejlődésre, az itt meg fogja tudni tenni. Így röviden is tömören nagyon sok új dolgot lehet hallani. Úgyhogy régóta járok ilyen kongresszusokra, nem csak előadóként, hanem hallgatóként is. Hát továbbra is az előadások tartalma miatt, tehát én nagyon-nagyon sok hasznos információt vittem már el magammal, és akár tudom továbbadni az oktatás más területén is, mert hogy azzal is foglalkozom.